Magyarországon egy 2006-os felmérés szerint körülbelül 15 ezer tájsebb van, és ebbe főleg a bányászat során keletkezett tájsebeket értik bele. Elég széles körben értelmezzük, hogy mi lehet tájsebb. Minden olyan emberi használat során rontott, degradált terület, aminek valahogy szükség lehet a helyreállítására, vagy elő kell segíteni a regenerációját. Ez történhet bányászat során, ahogy ez létrejött, lehet akár útépítés, felszíni vizek, patakok, folyók szabályozása, egyéb építkezési munkák, tehát elég változatos okai lehetnek. Nagyon fontos gondolkozni a helyreállítás sonára a spontán folyamatokban. Az az optimális, hogyha minél többet a természetre tudunk bízni, és nem csak a költséghatékonyság szempontjai miatt, hanem a természet általában tudja, hogy neki mire van szüksége. Hogy ez mikor mennyire hatékony önmagától, vagy mennyire gyors, az a természeti adottságoktól, a körülményektől függ. Egy ilyen helyszínen, ahol most vagyunk, itt Budapesten, ez egy mészkőbánya a Rókahegyen, biztos, hogy sokkal több, akár évek, évtizedek kellenek, hogyha megközelítőleg is hasonló adottságokat szeretnénk látni, mint eredetileg volt. Egy tervezett helyreállítás során az egyik alapvető elv, hogy elősegítsük a spontán folyamatokat, tehát nem feltétlenül kell megcsinálnunk mindent véglegesre, csak el kell indítani, és megfelelő feltételeket kell adni a természetnek, hogy utána az gyorsabban és minél természetközelibben menjen végbe. Az olyan lesz, mint az eredeti, vagy már sosem lesz olyan? Általában nem elvárható. Például ezen a helyszínen, ahol vagyunk, ugye egy csomó kő, nyersanyag eltűnt. Ezt teljesen helyreállítani a felszínformát biztos, hogy nem lehet. De ettől még hozhatunk létre egy olyan elemet, egy olyan adottságot, ami ökológiai, esztétikai és használati szempontból is nagyon jól beleillik majd a tájba. Most is egy olyan helyszínen állunk, ami meggyőződésem, hogy izgalmas az embereknek. Egy olyan térélményben van részünk, amit nem csak Budapesten, hanem Magyarországon is ritkán tapasztalunk természetes adottságok közepette. Akár falmászáshoz, vagy extrém sportokhoz, akár szabadidős programokhoz, környezeti nevelési programokhoz optimális. De gondolhatunk természetvédelmi szempontokra is. Van néhány olyan, mondjuk állatfaj, ami pont azért találja itt meg a optimális feltételeit, mert hasonló körülmények vannak, mint mondjuk magas hegységekben, vagy ne adj Isten, tengerpartok sziklafalain. Magyarország gyakorlatilag Európa egyik legfelszántottabb országa, ami általában egy drasztikus átalakítása a természeti adottságoknak, és egy nagyon intenzív használata. Hogy ezek mennyire gyorsan helyreállíthatóak, vagy állnak helyre, erre is szerencsére már vannak tapasztalatok. A legtöbb tapasztalat az a spontán helyreállásról szokott szólni, hiszen gyakori, hogy akár gazdasági vagy társadalmi okokból felhagyják, az emberek nem művelik már a földeket. Ugyanakkor vannak olyan tapasztalatok, ahol főleg nemzeti parkigazgatóságok tudatosan alakítanak vissza természetközeli gyepekké szántókat. Egyre több különböző körülmény között vannak már jó tapasztalatok, hogy hogyan tud ez a leggyorsabban úgy helyreállni, hogy ne a gyomok előretörését tapasztaljuk. Hogyha bányászati tájsebekre gondolunk, akkor ma már elvárt egy bányavállalkozótól, hogy már amikor elkezdi a kitermelést, akkor rendelkezzen egyrészt forrásokkal a helyreállításra, másrészt a tervezésben nem csak azt kell végig gondolnia, hogy a fő célját, tehát az ásványi nyersanyagokat hogyan fogja kitermelni, hanem pontosan tudnia kell, hogy a végén hogyan állítja helyre. A Rókahegyi bányával kapcsolatban aktuális helyreállítás feltételezhetően nem tervezett. Egy olyan helyszínen vagyunk, ahol a bányászati tevékenység már több évtizede befejeződött, és ha körbenézünk, akkor látjuk, hogy a természet el is kezdte tenni a dolgát. Itt a bányaudvarban is, ahol állunk, már nem csak lágyszárú, hanem fásfajok fejlődése is előre haladt. Mondhatjuk azt, hogy ez már regenerálódott olyan szinten, hogy talán további beavatkozást nem igényel. Illetve amilyen beavatkozások történtek, balesetveszély elhárítása megtörtént, kerítések és egyéb létesítményeket elhelyeztek. Innentől legfeljebb az lehet a kérdés, hogy szeretne a területnek a tulajdonosa vagy kezelője egy másfajta, esetleg még intenzívebb használatot, ami újabb beavatkozásokat, átalakításokat tehet szükségessé.